Gyermekek és fiatalok, a Bibliából fogunk ma este is olvasni, mint ahogy szoktatok, méghozzá a Máté evangéliumából. A Biblia egyik legszomorúbb üzenetét, vagy ige részét fogom nektek felolvasni ma este. Ez az egyik legszomorúbb rész szerintem az egész Bibliában. Máté evangélium a 26. részének 14. versétől. Akkor a 12 közül egy, akit Iskáriótes Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz, és így szólt. Mit adnátok nekem, ha kezetekbe adnám őt? Azok 30 ezüstöt állapítottak meg neki. Ettől fogva kereste az alkalmat, hogy elárulja őt. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönöm neked, hogy szeretsz bennünket. Köszönöm neked, Úr Jézus, hogy hallgathatjuk a te ígédet, úgy szeretném, hogyha megszólítanál most bennünket. Amen. Meg szeretném kérdezni tőletek, gyerekek, hogy szerettek-e csereberélni? Ki az, aki szokott valamit csereberélni az iskolában? Miket szoktatok csereberélni? Tudnátok olyat mondani? Fociskártya, pont erre gondoltam, megmondom őszintén. A fociskártyákra, amikor én gyerek voltam, akkor nem volt még fociskártya. Képzeljétek el, akkor voltak ilyen matrica gyűjtő albumok, és állatos képeket lehetett gyűjteni a matrica albumba, és az egész osztályunk zsongott a gyűjtéstől. Tasakokat lehetett kapni, ilyen kis papírtasakokat, amiben nem lehetett tudni, hogy milyen matricák vannak. Minden tasakban 6 darab matrica volt. Állatos képek voltak benne, de nem, hát még ha csak állatos képek lettek volna benne, még jó lett volna, de képzeljétek el, voltak olyan állatos képek, amik nem egy egész állatot adtak ki, hanem az állatos kép 4 részre volt vágva, és valamelyik állatnak csak éppen a hátsó fertája volt meg, valamelyiknek csak a feje, és ugye hát akinek csak egy feje volt, az nagyon vágyódott volna rá, hogy legyen egy hátsó része is. És az iskolában, meg az osztályban egyfolytában folyt a csereberélés. És hogyha valakinek például olyan matricája volt, aminek ezüst volt a szegélye, az különösen értékes volt. Az a ezüst szegélyű matrica, az legalább 3 másik matricát ért. Úgyhogy, sőt, még úgy emlékszem, még aranyszegélyű matrica is volt, én annyira nem merültem bele a matrica gyűjtésbe. Minden esetre minden gyerek, képzeljétek el, törekedett arra, hogy jó üzletet kössön. Egy jó üzletet akart kötni. És azt mondja, én 2 matricáért cseréltem egy aranyszélűt, az fantasztikus üzletnek számított. És a gyerekek azok próbálták bezsebelni a legértékesebb matricákat, és beragasztani az albumukba, és nyilván a hiányzó darabokat is próbáltuk mi összegyűjteni. Én nem voltam ilyen nagy csereberélő, de az osztálytársaim között láttam, hogy minden szünetbe ment az üzlet. Na hát, amit felolvastam nektek bibliai történetet, igazából itt is egy cseréről van szó. Júdásról biztosan hallottatok, mert ő volt az Úr Jézus tanítványai között az egyik. És egyszer csak úgy gondolta, hogy elcserélem az Úr Jézust. Jó cserét csinált vajon? Hát nem csinált valami jó cserét, szerintem se. Ki tudja, hogy mennyiért cserélte el az Úr Jézust? 30 ezüstért. Na, még egy nehéz kérdés. Ki tudja körülbelül, hogy mennyit ért 30 ezüst? 30 ezüst. Mennyit érhetett akkor? Mit lehetett venni 30 ezüstért? Egy házat? Valaki azt mondta, egy házat. Egy mezőt. Így van, egy mezőt biztosan lehetett venni 30 ezüstért, mert ebből a 30 ezüstből vettek egy mezőt később. Elárulom nektek, hogy 30 ezüst egy embernek, aki kint dolgozott a földeken kapát, vagy szántott, vagy aratott, 120 napig kellett érte dolgozni. 120 napig dolgozott egy 30 ezüstért egy ember. Körülbelül, hogyha mai pénzre fordítanánk le a 30 ezüstöt, 1 millió forintot érhet. 1 millió forint. Ki tudja, mit lehet venni 1 millió forintból? Lehet venni körülbelül 100 darab olyan közepes nagyságú legót. 100 darabot. Vagy pedig 100 darab egészen jó minőségű babát szerintem. Tehát 1 millió forintból azért már értékes dolgokat lehet venni. Képzeljétek el, hogy régen ebből az összegből egy rabszolgát lehetett venni.
Voltak olyan emberek, akiket nem tekintettek igazából embernek, hanem csak használati cikknek, használati árunak, ami egyedül arra jó, hogy dolgoztassák. És egy ilyen rabszolgát 30 ezüstért lehetett kapni. És képzeljétek el, Júdás azt mondja, hogy kötök egy üzletet a főpapokkal, Jézus az egyik oldalon, őt adom, és helyette kérek 30 ezüstöt. Jó üzletet akart kötni Júdás. Biztos vagyok benne, hogy jó üzletet akart kötni Júdás, mert mi soha nem szeretünk rossz üzleteket kötni. Képzeljétek el, hogy egyszer az édesapámtól olyan, az volt a szakmája az édesapámnak, hogy tévéket javított, és volt egy kis trabantja, és elment egyik háztól a másikig, és ott megjavította a tévéket. És mikor megkérdezték, hogy van-e kisfia, akkor mondta, igen, van 2 kisfia. És valamikor a kisfiaiknak, vagyis nekünk, küldte különböző kis apróságokat is. Egyszer édesapám egy különösen értékes dologgal tért haza, egy bronz éremmel. Egy olyan bronz éremmel, amit valaki nyert, valószínűleg egy futóversenyen, gyönyörű szép minta volt rajta, és nézegettem sokáig, hát apukám, köszönöm szépen, de nekem semmit nem jelentett a bronz érem, pedig valószínűleg, hogy értékes volt. És nem sokkal később elvittem az óvodába a bronz érmet, és elcseréltem egy csodálatos szép ekkora kék lakatra. És meg voltam győződve róla, hogy a világ legjobb üzletét kötöttem meg. Egy kék lakatot kaptam, egy gyönyörű kék lakatot azért a bronzéremért. Jó üzletet kötöttem szerintetek? Hát szerintem felnőtt fejjel. Ma már biztos, hogy nem cserélném el a bronzéremet egy kék lakatra, melyért bronzérem sokkal többet ér, mint egy kék lakat, de valószínűleg, hogy ugyanilyen rossz üzletet kötött Júdás is. Képzeljétek el, hogy a Bibliában, hogyha végigolvassátok a Bibliát, azt fogjátok találni, hogy az emberek meg a bibliai szereplők soha nem akartak kimaradni egy jó dologból. Nem akartak lemaradni semmiről, és nem akartak vesztesek lenni. Volt például egyszer egy nagyon híres eset, amikor Gedeon a híres 300 emberével, ki tudja, hogy hogyan ivott ez a 300 ember, akivel Gedeon harcolt? Hogyan? Kézből. Ez volt a híres térdelő 300 ember, akik úgy ittak a folyónál, hogy nem hasaltak le és szürcsölték, nem ez volt a híres térdelő 300 ember, aki szépen letérdelt és úgy itta a vizet, hogy figyelte készenlétben, hogy jön az ellenség. Na ez a 300 ember egy óriási nagy hadsereget megfutamított egyszer, képzeljétek el. Tudjátok, hogy mik voltak az ő harci felszerelése? Volt egy trombitájuk, egy kürtjük, körülbelül olyan, mint a Sanyi bácsinak. Volt egy korsójuk, egy fáklyájuk, és jó erős hangjuk. És amikor Gedeon azt mondta, hogy most itt a jel, kezdjétek el, akkor ez a 300 ember összetörte a korsót, ott égett benne a fáklya, fújták a trombitákat, és üvöltöztek az Úrért és a Gedeonért előre, csatába. És képzeljétek, az óriási nagy midjáni csapat, pontosan így. Megfújhatnád még egyszer, Sanyi bácsi? Na gyerünk egy kiáltást, az Úrért és Gedeonért előre. Ki fog csatába menni, ne haragudj. Na még egy csata kiáltás legyen. Sanyi bácsi, légy szíves, fújjad azt a kürtöt. Na, próbáljuk meg egy harmadik a gyerekek, de figyeljetek úgy, hogy az életetek múlik rajta, és 1 millió midjánita van mögöttetek. Na figyelj! 1, 2, 3! Az Úrért és Gedeonért előre! Szuper volt. Szerettetek volna ebbe a 300 emberbe beletartozni? Szerettetek volna 300 ember között egy hős lenni? Megmondom őszintén, hogy én nagyon szerettem volna a 300 ember között egy hős lenni. És képzeljétek el, mikor a midjáni csapat erre a hatalmas harci kiáltása és hangzavarra megfutamodott, sokkal többen voltak, akkor oda mentek Gedeonhoz, és azt mondták a Gedeonnak az efraimiak, nem szégyelled magad? Hogy képzeltette ezt? Nélkülünk futamítod meg a midjáni sereget? Nélkülünk akarsz győzelmet szerezni? Mert képzeljétek el, Gedeon mit csinált? Gedeon csak akkor szólt az efraimiak seregének, amikor már a midjániak futásnak eredtek. És azt mondta akkor Gedeon nagyon bölcsen.
ne haragudjatok! Nem maradtatok le ti semmiről, mert ti voltatok azok, akik elfogtátok a midjániak két vezérét. Melyik a jobb? Elkergetni egy egész sereget, vagy a seregnek a két vezérét elfogni? Ki szavaz arra, hogy a sereg két vezérét elfogni az jobb? Igen, ki az, aki arra szavaz, hogy az egész sereget kergetni jobb? Szerintem fele-fele volt az arány, aki mert jelentkezni, de körülbelül ugyanannyi. És amikor Gedeon ezt mondta az efraimiaknak, hogy ne aggódjatok, nem maradtatok le ti semmiről, nem jártatok rosszul, megnyugodtak az efraimiak. Tudjátok, hogy miért? Azért, mert rájöttök, hogy nem lettek vesztesek. Mi nem szeretünk vesztesek lenni. Amikor mi üzletet kötünk, vagy amikor mérlegelünk a dolgok között, hogy megéri nekünk, vagy nem, az a matrica, vagy a fociskártyás, akkor mindig üzletelünk. És képzeljétek el, hogy az Úr Jézus felül is szoktunk mi mérlegelni. Ugyanúgy, ahogy Júdás mérlegel. Júdás szerintetek egyetlen egy pillanat alatt eldöntötte, hogy eladja az Úr Jézust? Szerintem nem. Szerintem sok-sok éjszakán keresztül gondolkozott rajta, eláruljam vagy ne áruljam el. Ott maradjak az Úr Jézus mellett, vagy pedig nem maradjak ott az Úr Jézus mellett. Sok-sok éjszakát morfondírozott, és felmerült benne egy kérdés. Mennyit ér nekem Jézus? Mennyit ér nekem Jézus? Ki mondja azt közületek, hogy sokat ér nekem Jézus? Mindenkinek sokat ér Jézus? Hát de mennyi az a sok? Ugye milyen nehéz ezt megállapítani? Mennyit ér Jézus nekem? Amikor ezen gondolkoztam, arra jutottam, hogy az mondhatja el magáról, hogy nekem sokat ér Jézus, aki kész Jézusért meghalni. Aki kész Jézusért meghalni. De honnan tudjuk, hogy most készek vagyunk-e Jézusért meghalni? Egyszerűen nincs olyan élethelyzet. Most nem üldöznek minket azért, hogy itt összegyűltünk és ige hirdetést hallgatunk. Képzeljétek el, voltak olyan időszakok a történelemben, amikor föld alatt gyűltek össze az emberek, a gyerekek is. Barlangokba csak azért, hogy Isten igét hallgassák. Nem ilyen gyönyörű táborhelyen. És képzeljétek el, ezt, hogy mennyit ér nekünk Jézus, nem tudjuk most így eldönteni, hogy készek vagyunk az életünket odaadni érte, vagy pedig nem. Hogyan tudjuk akkor megmondani végül is, hogy mennyit ér nekünk Jézus? Ez olyan ködös fogalom. Nagyon nehéz erre magyarázatot adni. Képzeljétek el, az iskolában, én egy tanár vagyok, aki nem ismer engem, a vizsga előtt összehívtam a tanítványaimat, ez 4 szakközépiskolás, tehát ne képzeljétek el sok gyereket, 4-et összehívtam, 4 középiskolás gyermeket, leültem velük egy kis körbe a széken, és megkérdeztem tőle, hogy szerintetek milyen a ti szorgalmatok? Mert nekem le kell osztályoznom, képzeljétek el a szorgalmukat. A tudásukat is, meg a szorgalmukat is. Azt mondták, hát nekem jó a szorgalmam, én szorgalmas vagyok. Na mondom, mihez képes vagy szorgalmas? És nem tudták megfogalmazni, hogy mit jelent az, hogy szorgalmasnak lenni. Nem tudták egyszerűen az, hogy hogyan osztályozzák a szorgalmasokat. Ugye hát az általános iskolában, aki olyan szép csendesen viselkedik, meg összerakja a kezét, lábát, és így jelentkezik, az egy nagyon jó nevet kisfiú vagy kislány, és arra azt lehet mondani, hogy az egy szorgalmas, ugye? Az a fiú, aki meg mindig a radírját furkálja, ugye? Meg a ceruzájának leszedi a végét, vagy a tójának a kupakját rákcsálja, rossz esetben fúvócsövet készít, és köbdösi vele hátulról a lányoknak a haját, a szorgalmas fiú? Nem. Én úgy mondtam nekik, ezeknek az én tanítványaimnak, hogy ki a szorgalmas, miért gyakorolsz? Miért tanulsz, tudod-e? Feltettem nekik a kérdést. Azért tanulsz, meg azért gyakorolsz, mert a többiek is ezt teszik? Azért tanulsz, vagy azért gyakorolsz, hogy a tanároddal jó viszonyba legyél? Vagy azért teszed ezt, hogy a szüleiddel jó viszonyba legyél? Vagy hogy kapjál egy jó jegyet? Ez az egész? Akkor nem vagy elég szorgalmas. A szorgalomhoz kell egy jó indíték. Azért teszek valamit, mert szeretem azt csinálni. Azért, mert lelkesedek érte. Na, ha ez megvan, ez a szorgalom egyik pontja. Mi a szorgalom másik mércéje? Hát a szorgalom másik mércéje az az, hogyha szépen halad előre az iskolai tanév.
hála Istennek ugye már vége van az iskolai tanévnek, de amikor éppen haladt előre az iskolai tanév, akkor jön egy csomó olyan dolog, ami mind ellene tesz annak, hogy én tanuljak, vagy gyakoroljak a saját hangszereme. Én trombitásokat tanítok. Valamikor nem szól jól a trombita, és még ki se akarom nyitni a trombitatokot. Nem, hogy belefújjak, még rá se akarok nézni. Nagyon nehéz ilyenkor gyakorolni. Valamikor éppen családi program van, akkor is nehéz nagyon gyakorolni. Valamikor a többiek éppen elmennek beszélgetni egyet. Akkor is nagyon nehéz gyakorolni. Valamikor egyszerűen csak nincs kedvem gyakorolni, valamikor éppen leesett az első hó, valamikor éppen kisütött az első napsugár tavasszal, mindig van valami, ami ellene tegyen, hogy tanuljak vagy gyakoroljak. És ilyenkor mindig lemérődik az, szorgalmas vagyok-e vagy nem? Mert ki tudok-e tartani a célom felett vagy nem? Na képzeljétek el, hogy annak, hogy szeretem-e igazán Jézust, és hogy mennyit ér nekem Jézus, ugyanígy van két mércéje. Mint ahogy a szorgalomnak. Az egyik mércéje az Úr Jézusnak, az, hogy mennyire szeretem őt, meg mennyit ér nekem, az az, hogy mennyit adok magamnak oda Jézusnak. Mennyit adok magamból oda Jézusnak. A Bibliában van három olyan hely, három olyan kis szövegrész, amiben nagyon érdekes dolgot találunk. Mennyit adok magamnak oda Jézusnak, ez megmutatja, hogy mennyit ér nekem Jézus. Nézzétek csak meg az egyiket. Az egyik hely, az azt mutatja meg, arról szól, hogy volt egy ember, aki elment a földjére egy ásóval. Elment a földjére egy ásóval, és elkezdte szépen felásni a földjét. Igen ám, csak miközben ásta a földjét, mi történt, ki tudja? Ábel? Megakadt az ásója. Miben? Egy fagyökérbe akadt meg az ásója? Ládába. Egy ládába. Képzeljétek egyszer csak, hopp, valami van itt. Letette az ásót. Na nézzük, mi van itt? Letérdelt. Kotorta a kezével. Hú, ez fából van. Kotorta tovább a kezével. Ennek vas a széle. Kotorta tovább a kezével, hiszen ez egy láda. Mit rejtenek a ládák szerintetek? Kincset. Na képzeljétek el, nem akármilyen kincset rejtett ez a láda, hanem a legmesésebb kincseket. Fogta magát, visszatemette az egészet. Elment, eladta a házát, eladta a lovát, eladta a szamarát, eladta a tevéjét, mindenét eladott, még a kis konyhakertjét is. A szomszédok csak nézték, mit csinál ez? Mit csinál ez? És tudjátok, mit csinált, amit kapott pénzt? Megvette azt a szántóföldet. Jó üzletet kötött? Jó üzletet kötött. Hisz abban a kincses ládában sokkal nagyobb értékű kincs volt, mint amit az egész háza, lova, szamara, meg mindenért volna. Képzeljétek el, az az ember, aki megtalálta az Úr Jézust, az ilyen kincset talált. Az az ember, aki az Úr Jézust megtalálta, az egy ilyen hatalmas értékű kincset talál. Tudjátok, hogy mi a szomorú? Hogy nem tudják, hogy milyen értékes az Úr Jézus. És nem adják el a házukat, nem adják el a szamarukat, nem adják el a tevéjüket, semmit nem adnak érte. Ott van az a kincs, jó lesz az, még ott lesz 2000 évig. Nem baj, eddig is ott volt. Nem foglalkoznak vele. Az az ember, aki megtalálta a kincset, akinek igazán fontos az Úr Jézus, az mindenét eladja érte. Van egy másik példa a Bibliában. Ez a másik példa nem egy ásó emberről szól, hanem ez egy másik példa, ez egy özvegyasszonyról szól. Volt egy asszony, akinek már meghalt a férje. Valószínűleg nagyon öreg volt és egyedül élt. Ráncos lehetett szerintem az arca, és igencsak reszketős már a keze. Valószínűleg, hogy meg volt már görnyedve is. Nem volt neki zseb a ruháján, és otthon nem volt a szobájában valószínűleg semmi, csak egy asztal, szék, meg egy kis ágy. És ez az özvegyasszony egyszer elment a jeruzsálemi templomba remegő kézzel, és bedobott 2 fillért. 2 fillért bedobott. Ez volt az utolsó 2 fillérje. Semmi pénze nem maradt. Jó tette, hogy bedobta?
Ki mondja azt, hogy jó tette? Ki mondta azt, hogy nem tette jó? Hát most már nem meritek felrakni a kezeteket. De az utolsó két fillért berobni, hát az nagy kockázat. Nagy kockázat, hát mi lesz ezután? Tudjátok, hogy miért dobta be ez az özvegyasszony azt a két utolsó fillérkéjét? Azért, mert nagyon szerette Istent. Mindenét odaadta neki. Neki nagyon sokat ért Jézus. Neki nagyon sokat ért Isten. Ezért mindenért kész volt odaadni érte. Na ez az egyik mutatója, hogy mennyit ér neked Isten, mennyit ér neked Jézus. Mennyit adsz magadból, mennyit adsz oda érte. Én nagyon sok gyereket tanítottam már eddig, azt hiszem, és megszoktam tőlük kérdezni, hogy hiszel-e Istenbe? És a legtöbben azt mondják, hogy hiszek Istenbe. De olyan gyerekkel, meg olyan felnőttel nagyon ritkán találkozok, aki azt mondja, én mindent odaadnék érte. Mindent odaadnék érte. A megtérésről hallottatok már arról a szóról? A megtérés az azt jelenti, mikor valaki odaad mindent Istennek. Mindent. Azt mondja, mindenről lemondok, és én, ahogy vagyok, szépen odaadom magam Istennek. Olyan, mint mikor körbehordják a perseit a gyülekezetbe, és nem pénzt dobnák bele, hanem én állnék bele. Magamat adom Istennek. Minden ember életében el kell jönni egy olyan pontnak, nekem is volt ilyen pont az életemben, amikor mindenről lemondunk. Mindenről. Lemondok arról, hogy mit szólnak hozzám a szüleim. Lemondok arról, hogy mit szól hozzám a barátom. Mit szól hozzám a barátnőm. Az én döntésemhez nem fontos semmi. Egyedül egy dolog válik fontossá ebben a pillanatban az ember életében. Tudjátok, hogy mi? Hogy nehogy a pokolra kerüljek. Nehogy a pokolra kerüljek. Nehogy elkárhozzak, hanem a mennyországba éljek. Amikor az ember felméri, hogy a Jézusnak átadott élet, vagy pedig a Jézusnak nem átadott élet mit von maga után, akkor az embernek semmi sem drága, hogy megmentse az életét. Én képzeljétek el, ismertem egy olyan beteg bácsit, rákos beteg volt, akinek eladták a házát is, megpróbálták meggyógyítani. A házát eladták, semmilyen nem maradt. Meghalt aztán a rákos betegségben. Miért adták el a házát? Mert az életénél semmi nem volt drágább a családjában. Semmi nem volt drágább, csak hogy apuka megmaradjon. Nem tudták megmenteni, minden pénzüket ráadták. És nézd meg, neked mikor megfeltesszük a kérdést most ma este, hogy mennyit ér Jézus, tulajdonképpen az örök életed, mennyit ér neked az örök élet? Mennyit ér neked az, hogy el ne kárhozzá? Mennyit ér neked az, hogy ne a pokolba töltsd el az egész örökké valóságodat, hanem a mennyországba, Jézus közelében? Ez itt a kérdés. Hát, hogy mennyit ér nekem Jézus, az egyik összetevője, vagy az egyik szegmens az, mennyit adok magamból Jézusért. Van egy másik része is ennek. A másik része az, hogy mennyiért kenyerezhet le engem a sátán. Mennyiért kenyerezhet le engem a sátán? Júdásnak mennyi volt az ára? Mennyiért kenyerezte le? 30 ezüst. Júdásnak 30 ezüst elég volt, és Jézust adta. És aztán ment a maga útján. Nem sokáig. Nem sokáig. Aztán nem sokára meghalt. Képzeljétek el, egyszer egy különös eset történt velünk otthon. Felhívtak telefonon. Kedves Bakai úr! Így szólítottak meg a telefonban, elmehetünk-e önhöz egy kérdőívet, hogy kitöltsön nekünk, kíváncsiak vagyunk önöknél a víznek a minőségére. A víz minőségére voltak kíváncsiak, és ki kellett tölteni egy kérdőívet, hogy szerintem jó a víznek a minősége. Hát mondtam, jöjjenek. Jött egy ember, már gyanús volt egy ekkora kofferrel. Azt mondja, kérek szépen kettő poharat, jó, töltsem meg vízzel, megtöltöttem vízzel, előszedte a szerkentyűjét, beletöltötte a vizet, eltelt, hát egy óráig volt nálunk, vagy másfél óráig, eltelt egy kis idő, és képzeljétek el, amit én átlátszó, gyönyörű, szép, tiszta víznek látok, és minden nap azt iszok, abból leszedett ilyen vastagságú fekete koszt.
kiszűrt belőle. És azt mondta, látja uram, ő nem tiszta? Hú, mondom, nem volt szándékos, bocsánat. Ez jön a csapból. És azt mondja, akar még többet ilyet inni? Hát mondom, nem akarom én azt a koszt meginni. Azt mondja, hát egy fantasztikus ajánlatom van önnek. 200 000 forintért az öné lehet a víztisztító készülétünk. Mondom, most nem akarok venni 200 000 forintért egy víztisztító készüléket éppen. És képzeljétek el, az ember ez elkezdett engem győzködni. Ó, csak 180 000. Csak 150 000. Csak 100 000. És végül 80 000 forintért ideadta volna a víztisztító készüléket, de hát nem volt 80 000 forintom. Ezért azt mondtam neki, hogy ne haragudjon, kedves uram, én nem akarok venni öntől egy víztisztító készüléket. Ön egyáltalán nem akart venni? Nem. De hát akkor miért engedett be? Mert azt mondták, hogy egy kérdőívet töltse ki. Jó, viszontlátásra. Összepakolt és elment. Képzeljétek, azért mondtam ezt el nektek, hogy képzeljétek el, ugyanezt teszi lelketek, ellensége, a sátán veletek. Csak észre se veszitek. Azt mondja, hogy gyertek csak, van egy jó ajánlatom nektek. Megmutatja nektek, hogy milyen rossz az életetek. Közben egyáltalán nem rossz. Te életben maradsz a víztől, semmi baj nincs vele. És megmondja, megtisztíthatod az életedet. Jobbá teheted az életedet. Semmi más nem kérek cserébe. Csak hagyd el a hitedet. Semmi más nem kérek tőletek. Csak ne higgy Jézusban. És boldog lehetsz itt a földön. És boldogulni fogsz itt a földön. Dicsőséget adok neked. Gazdagságot adok neked. Mindent megígér. Mit kell ilyenkor csinálni? Elküldeni. Jó messzire. Soha többet ne is lássa az ember. Sajnos nem ezt tesszük, mert nem vesszük észre a sátánnak az ajánlatait. És odaadjuk magunkat olcsó pénzért neki. Na hát gyerekek, mennyit ér nekünk Jézus? Mennyit adok magamból Jézusnak, és mennyiért tud engem a sátán megvenni? Nagyon jól megmutatja, hogy mennyit ér nekünk Jézus. Egy dolgot még szeretnék elmondani nektek. Van Istennek egy különleges eszköze. Azt hiszem, erről nem tanultok a héten. Miről, milyen eszközökről tanultatok eddig? Ki tudja felsorolni? Mondjátok. Metszőolló, igen. Kalapács. Oltókés. Aztán, ennyi ez a három? Harapófogó. Csípőfogó. Egyre durvábbak, itt mind éles, nem? Kés villaoló gyerek kezében nem való, hogy csupa éles szerszámról tanultatok, de ennél van rosszabb, képzeljétek, van olvasztó kemence is. Tehát van olyan, amikor olvasztó kemence van, meg vassal formálják a vasat, sokféle eszköze van Istennek. Van Istennek egy nagyon kíméletes eszköze. Ezt Isten az irodájába használja. Van Istennek egy pecsétnyomója. Egy pecsétnyomója, képzeljétek el. És képzeljétek el, hogy arra az embernek Isten ad egy pecsétet a szívébe, ezt ne felejtsétek el, kap az az ember, szívébe egy pecsétet, aki azt mondja, legalább egyszer az életében eljön egy pillanat, Uram, mindenről lemondok, Uram, mindent neked adok, mindennél többet érsz nekem. Nem érdekel, hogy ki mit mond, nem érdekel, hogy ki mit szól hozzá, nem szeretnék elkárhozni, hiszem Jézus, hogy te vagy az Isten fia. Hiszem, hogy azért hagytad ott a menny dicsőségét, mert ide eljöttél, hogy megments engem bűnös embert. Látom magamon, hogy bűnös vagyok. Ha körbe nézek, bárhova nézek, magam körül csak bűnt látok. Annyiszor próbáltam már jó lenni, és nem sikerült jó lenni. Annyiszor kikaptam már a szüleimtől, meg se tudom számolni, hogyha ott lenne a fenyítéknek nyoma a fenekemen vagy a talpamon, ki hova szokta kapni, akkor már nem lenne normális bőr rajta. Hiába próbálok jó lenni, nem sikerül. Szükségem van, Úr Jézus, hogy megbocsásd a bűneimet. Szükségem van arra, mert különben én a pokolra fogok kerülni. Annak az embernek, akinek eljön egy ilyen nap az életébe, Isten azt mondja, gyere be az én irodámba. Gyere be az én irodámba. Gyere. És kapsz egy pecsétet a szívedbe. Ez Istennek a szent lelke. Tudjátok, hogy miért fontos ez a pecsét? Mert ez az egy pecsét, ez hitelesít téged. Hitelesít téged. Ez a pecsét, ez azt jelenti, te Istenhez tartozol.
Istenhez tartozol. Az a pecsét, az rajtad van, azt a pecsétet senki ki nem veheti a szívedből, az a pecsét, amit Istentől kapsz, az mindörökre Isten birtokába helyez át téged. Isten kezéből senki nem fog téged onnantól kezdve kiragadni. Az a pecsét, képzeljétek el, az egy zálog is, ami azt jelenti, hogy az a, ha azt bemutatod, és megmutatod magadon a pecsétet, meglátják a mennyei trónus előtt a szíveden a pecsétet, onnantól kezdve azt mondják, ez ide tartozik. Ez ide tartozik a mennybe. Pecsét nélkül ne próbáljátok elhagyni ezt a földi világot. Pecsét nélkül nem lesz érvényes a mennyországba a bemenetel. Ha az útlevéllel átmész egy másik országba, de nincsen rajta a pecsét, a határon nem nyomják át rá a pecsétet, nem mehetsz át, vagy ha átmész, akkor tuti, hogy meg fognak büntetni, és vissza is küldenek. Ha a bizonyítványodban nézzétek meg az általános iskolai bizonyítványt, két pecsét minimum rajta van. Az egyik az, hogy egyeztetve, tehát, hogy gondosan leellenőrizték a tanárok, fú, de nem szeretjük ezt csinálni, hogy minden adat hiteles. Rajta van egy egyeztetve pecsét. És aztán, amikor rajta van az egyeztetve pecsét, utána rá van rakva az iskola bélyegzője. Ha nincs rajta az a bélyegző, a bizonyítványod semmit nem ér. Úgyhogy nézzétek át a bizonyítványotokat, főleg ha kitűnő, mert ha nincs rajta a pecsét, semmit nem értek vele. De mihelyt rajta van a bizonyítványon a pecsét, azt megmondhatjátok, ez érvényes. Ez érvényes. Ha az életeden ott van Isten pecsétje, akkor érvényes útleveled van a mennyországban. De ha nincs rajtad Isten pecsétje, jaj neked! Még egy szomorú hírem van sajnos a végére. Képzeljétek, az ördögnek is van egy pecsétje. A Jelenések könyve arról ír, hogy az ördög is majd el fogja pecsételni az embereket. Az minden ember fog kapni vagy a kezére, vagy a homlokára egy bélyeget is. El fog jönni egy olyan idő ide ebben a világban, amikor senki nem vehet a boltba semmit, akinek a homlokán nincs az ördög pecsétje vagy a kezén. Senki. Tudjátok, hogy mit jelent ez? Az azt jelenti, hogy az ördög pecsétje van mind azokon, akik nem adták oda a gondolataikat, meg minden, ami a fejben, a szívben van, meg az ő cselekedeteiket Jézusnak. A kéz az a cselekedeteket szimbolizálja, mert ezzel tesszük a dolgokat. A fej pedig az értelmet. Akik ezt nem adták oda neki, azokon mind az ördög pecsétje van. Tudjátok, hogy mi lesz ezeknek a sorsa? Örök kárhozat. Örök kárhozat. Nem akarlak titeket elrettenteni, inkább arra szeretnélek bíztatni ezen a mai estén, kérjétek ezt a pecsétet Istentől. Küzdjetek ezért a pecsétért. Hogyha még nem kaptátok meg ezt a pecsétet Istentől, akkor gondoljátok végig, mennyit ér nekem Jézus. Odaadnék érte mindent? Vagy pedig lekenyerezhető vagyok még a sátántól? Gondolkozzatok ezen ma este, most pedig imádkozni fogunk, jó? Csendesedjünk el.